Szép estét kívánok mindenkinek! A nevem Budai László Károly, és a mai este annyi tisztem van, hogy bekonferáljam Réka Lizát az online ügyelet különkiadásában, amikor a falatnyi azonosultságairól fog beszélni, gondolom úgy, hogy abból mindenki értsen. Mert őszintén szólva, még én sem tudom, miről fog beszélni, tehát nagy izgalommal és figyelemmel várom, hogy milyen összefüggéseket, miben tud segíteni nekünk abban, hogy tényleg felismerjük azokat a hibás azonosultságainkat, amelyek úgy csípőből indítanak el bennünk különböző falat, konfliktusokat, ugye, és tudjuk, hogy ide a magányosság, vagyis vízfalat, a levegőfalat, halálfélelem, és minden, amit meg akarok kapni, az a szervezetemnek falatot jelent. De én nem húzom tovább a szót, átadom Rékának. Kellően izgul, minden rendben, tehát egy fantasztikus előadás előtt állunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nevem Réka Liza. Ma a falatnyi azonosultságaimról is szó esik, de el kell mondanom, hogy egy szokatlan webkonferenciának lehetnek a tanúi, azért, mert nem germánygyógytudományról fogok beszélni, tehát ne ilyen jellegű előadást tessenek várni tőlem. Én egy teljesen más vonalat képviselek, ezt szeretném megmutatni. A kettő nem zárja ki egymást, sőt, úgy látom, hogy az, amit hozzá tudok tenni, az lehet, hogy sok embernek segítségére fog válni. Mivel ez nem egy germánygyógytudomány online ügyelet, ezért sok olyan dolog lesz benne, amit Budai doktor nem alkalmazott. Az első például az, hogy tessenek elővenni egy jegyzetfüzetet. Tehát mindenkit megkövetek, aki kényelmesen leheveredett a kanapéjára. Ezt a rövid előadást szeretném, hogyha ülve hallgatnák végig és jegyzetelnének. Lenne egy olyan rész már rögtön az elején, ami azt hivatott megmutatni, hogy hol vannak az azonosultságaink és a falat konfliktusainkkal kapcsolatban, milyen azonosultságokkal bírunk, ezeket hogyan tudjuk felszámolni. Azért kérek mindenkit, tehát most így első körben, hogy vegyünk elő egy füzetet. Az azonosultságok témakörében fontos dolgokat szeretnék megosztani önökkel, hogy mit jelent az azonosultság. Mindaz, amivel azonosítja önmagát a kedves hallgató, az az azonosultsága. Az a kérdés, hogy én pont vagyok, az egy nagyon fontos téma lehet. Ha most mindenki elővenné a lapját, és arra kérném, hogy írja le, hogy milyen dolgokkal azonosítja önmagát, hogy ki ő valójában egy virtuális névjegykártyát készítene, akkor mit írna fel rá? És ameddig önök jegyzetelnek, addig én egy picit elhallgatok, hogy ne zavarjam a csevegésemmel önöket, nem fogok zenét berakni, hogy ne vigyem el a gondolataikat és az érzéseiket. Szeretném, hogyha legalább 5 pontban felírnák azt, hogy ki vagyok én, tehát önmagukra vonatkoztatva én ez meg ez vagyok. Nagyon köszönöm, remélem sikerült mindenkinek legalább 5 azonosultságát leírni. Ugyanis egy személynek nem egy azonosultsága van, hanem sokkal, de sokkal több. Ha most egy közös társaságban lennénk egy térben,
akkor az lenne a legfontosabb, hogy átolvassuk a lapunkat még egyszer, és beszélgessünk erről. Nos, ez az online ügyelet most ezt nem teszi lehetővé, de számítok ezekre a kérdésekre majd a fórum részben. Egy személynek több azonosultsága is lehet. Például a névnél. Már amikor leírjuk a nevünket, és nagyon érdekes, nagyon sok előtag lehet a név előtt. Ez is egyféle azonosultság. Gondolok itt az ifjabb, idősebb, özvegy, régebben használták az első, második, például királyoknál nagyon érdekes volt, hogy ők ugyanazt a keresztnevet, első, második, harmadik, nyolcadik Henrik, ugye hallottunk ezekről, de itt vannak a társadalmi rangok, a professzor, doktor, admirális, adjunktus, nem tudom én milyen specialista, mérnök, mindenféle előtagot tudunk a nevünk elé tenni, ez már egy azonosultságot feltételez. Aztán, ha megnézzük a családi név használatát is, nagyon érdekes, én különösen akkor, amikor rendezvényeket szervezek, szoktam erre rácsodálkozni, mert rengeteg olyan azonosultságot felfedezek már a kitöltéskor is, mondok egy banális példát, Hufnáger Istvánné. Ugye hát nem így ismerjük a Hufnáger Pistát, vagy a Mézga Gézánét, hogy azért próbálkozunk valami ismerősebb névvel, ahol Paula teljesen bevonul az Istvánné, Gézánné, Mézga Gézánné címszó mögé. Ez is egy azonosultság, hogy kihez tartozom, ki a családom, ki az a szűk környezet, akinek a tagjaként, részeként jelenek meg a társadalomban. Aztán a keresztnév használat is nagyon sok azonosultságot is jelenthet. Például nagyon gyakori volt eddig, hogy a fiúk, vagy hát a lányok is, a szülők keresztnevét kapták meg. És nagyon érdekes az, ahogyan ezzel bánunk. Ha jó a kapcsolatunk azzal az emberrel, azzal a rokonnal, akinek a nevét úgymond megörököltük, akkor ezt bátran is büszkén viseljük, viszont ha egy kellemetlen emlék is kapcsol ehhez a lényhez, akkor igyekszünk ezt a nevet nem minden bemutatkozáskor, csak hivatalos okiratok kitöltésekor használni, és ez is egy azonosultság. Érdekes azonosultságokat tapasztaltam Karesz mellett a konzultációk során. Volt olyan aranyeres programmal rendelkező hölgy, akinek az identitás konfliktusa pontosan a névhasználat miatt alakult. Teszem azt, 15 éve elvált a férjétől, de még mindig a férje nevét, mondjuk Hufnáger István néként mutatkozott be, és szörnyen haragudott Hufnáger Istvánra. Mi Hufnáger Pistaként ismerjük, de ugye a meséből, de minden bemutatkozáskor ez nagyon zavarta. Ennek a történetnek az a lényeges része, hogy ő egy call centerben dolgozott, tehát minden egyes munkanapján legalább 500-szor el kellett mondania annak a férfinak a nevét, hogy ennek a feleségeként mutatkozott be, akitől 15 éve elvált nagy kalamajkával, nagy háborúkkal, nagy vitákkal, de még mindig ezt a nevet használta, gyakorlatilag, ha úgy tetszik, sínen tartotta ezt a konfliktusát. És megkérdeztem tőle az identitás konfliktusát is, meg a bosszankodást is amúgy, és megkérdeztem tőle, hogy de miért használja ezt a nevet? És akkor csapott a homlokára, hogy hát valójában őt ez annyira bosszantja, hogy szinte csak belehadarja a telefonba, aztán néhány szemfüles ügyfél visszakérdez, hogy mondja már el még egyszer, hogy hívják, mert le akarja írni, és ebből aztán nagyon kellemetlen érzései keletkeztek. De az azonosultság címszóban benne vannak a szerepeink. Az érzések és a gondolatok pedig meghatározzák a viselkedésünket. Tehát, ha most megnéznék a saját lapjukat, és nagyon kérem, hogy haladjanak együtt a feladattal, nézzék meg az azonosultságokat, amiket leírtak egymás mellé, vagy egymás alá. Írják mellé, hogy ez kihez, vagy mihez kapcsolódik az eddig felsoroltak szerint. Az azonosultságok
kategóriájában fontos lenne tudni, hogy mi is ez az azonosultság. Szeretnék erre pár meghatározást adni, és tartsák még maguk előtt ezt a munkalapot, amire jegyzeteltek, mert lehet, hogy sok érdekes dolog fog bevillanni, ha valami ilyen történik, akkor ezt írják fel gyorsan. Igyekszek lassan beszélni, hogy tudjanak jegyzetelni is, és rám figyelni is. Az azonosulás, vagy azonosultság, az azonosulás és az azonosultság közötti különbséget egy picivel később mondom el. Mi az, hogy azonosulás? Az azonosulás a kötődésnek egy olyan formája, amikor valaki olyanná válik, illetve olyannak látja magát, mint az a személy, vagy az a dolog, akihez, vagy amihez kötődik. Ha például valaki egy szerephez kötődik, akkor azonosul vele. Ha mondjuk egy színészről beszélünk, aki 8. Henriket játssza a színházban 10 éven keresztül, hétfőtől, vagy 2 vasárnapig, akkor az ő azonosultsága az, hogy ő egy színész, aki más bőrébe belebúj minden egyes előadás estéjén. Az azonosulása pedig a szereppel, 8. Henrik szerepével történik meg. Az azonosulás nem csak a színészek esetében mutatkozik meg, hanem a mi életünkben is. Az azonosulás valakivel az mindig azt jelenti, hogy van egy külső személyiség, van egy rajtam kívülálló lény, legyen ez a szülőm bármelyike, az édesanyám, vagy az édesapám, vagy egy kedves, szeretett rokon, lehet ez a nagymama, a nagybácsi, keresztmama, bárki. Tetszik nekem, mint személyiség, tetszik nekem, mint lény, tetszik nekem, mint ember, és ezért ezzel az erős szimpátiával, empátiával, amivel rendelkezem ez iránt a személy iránt, szeretnék minél több módon hasonlítani rá, azzá válni, aki ő. Ezt régebben nevezhettük volna példaképnek is, de a példakép és az azonosulás között zongorázható a különbség. A példakép az, hogy szeretek benne egy tulajdonságot, példakép lehet mondjuk egy híres ember, egy neves sportoló, valaki, aki nagy eredményeket ért el, és szeretnék én is olyan lenni, de a nagy eredményeit szeretném csupán. Ez a példakép. Ha azonosulok azzal, ahogy a nő él, azt a ruhát veszem fel, úgy öltözködöm, azt az ételt szeretem, úgy viselkedem, próbálom nem csak a külsőségeiben, hanem a belső vonásaiban is utánozni őt, egyé válni vele, az már az azonosulás. Tehát a példakép és az azonosulás között ez a különbség. Példakép lehet, sportolt, elért egy eredményt. Szeretnék olyan híres úszó lenni, mint Hosszú Katinka. Ahhoz meg kellene tanulnom úszni. Ahhoz meg kellene tanulnom úgy úszni, ahogy ő úszik. Ahhoz meg kellene tanulnom úgy versenyezni, ahogy ő versenyzik. És rengeteg olyan dolog van, amiben őt kellene követnem ahhoz, hogy azt az eredményt megközelíthessem. Ha nem csak a sport teljesítményében szeretnék rá hasonlítani, hanem az életvitelében, a személyiségében is, éppen, hanem hogy akkor ez így teljesen tisztázott. Az előbb említettem az empátiát. Az empátia nagyon fontos ahhoz, hogy valakit, egy rajtam kívülálló szemét modellként érezzek, tiszteljek és szeressek. Az empátiáról is hasonló érzelmi folyamatok vannak jegyezhetőek meg, viszont ezt régebben egyes szakirodalomban használták, hogy empátia erős, az empátia és az azonosulás, itt azért most már tegyünk különbséget, mert a két fogalomnak speciális külön értelme van. Ha valakivel empatizálok, akkor át tudom érezni azt, amit ő érezhet abban a helyzetben, amiben van. De nem feltétlenül akarok olyanná is válni. Gondoljunk csak egy olyan eseményre, ha elmegyünk valakinek a temetésére, akkor mi empatizálunk a családdal, átérezzük az ők fájdalmát, de nem akarunk azzal azonosulni.
itt van egy másik különbség. Azért hozok ilyen extrém példákat, hogy minél jobban megragadjon bennünk. Ha valakit nagyon empatizálunk, nagyon sajnálunk, nagyon szeretünk, nagyon szeretnénk azokat az érzéseket érezni, amit ő érez, és számunkra ez kívánatos, akkor tudunk ezzel azonosulni, ha nem kívánatos, megmarad empátia vagy szimpátia szintjén. Az azonosulást egy csúnya szóval illetik, úgy hívják, hogy identifikáció. Ez nagyon érdekes szakkifejezés. Ezt a fejlődés lélektani folyamatokban találjuk meg a leghamarabb, ugyanis a kisgyermek, de kisebb mértékben a felnőtt is képes identifikációra, azonosulásra. Ez egy összetett magatartásformát is jelent. Ugyanazokat a szociális élményeket próbálja megtapasztalni, ugyanúgy viselkedni, ugyanazokat a ruhákat felvenni, külsőségekben is, és ki ne emlékezne például arra, amikor kislányként felpróbálta az anyukája magas sarkú cipőjét, és rengeteg ilyen helyzet van, amikor gyerekként azonosulunk ezekkel a szerepekkel, ezekkel a szociális szerepekkel. Ezért babáznak például a kislányok, mert ők már anyukája, ők már a babának az anyukáját mintázzák, és akkor, amikor az anyukánk ruhájába belebújunk kislányként, nem tudok erre kisfiú esetet mondani, de valószínű, hogy a kisfiúk is kimennek, és próbálnak szerelni, és barkácsolni ugyanúgy, ahogyan apuka teszi, akkor ők azonosulnak ezzel a szereppel. Ugyanazokat a motivációs állapotokat vagyunk képesek megragadni, mint egy magunkba olvasztani, önmagunkat ezzel azonosítani. Hogyha azt látjuk, hogy anyukánk mos, főz, takarít, süteményt készít, vasal, akkor mi is ugyanezt kislányként próbáljuk eljátszani ilyenkor. Azonosulunk ezzel az anya háziasszony szereppel, de inkább az anya szerep az, ami domináns, és ugyanazt próbálja a kisgyerek eljátszani, amit az anyukájától lát. Na ez azért is nagyon fontos, mert kérdés az, hogy milyen mintát tudunk átadni. Viselkedés mintákat szeretnék önöknek megmutatni, hogy nagyon sokszor egy-egy falathoz való viszonyulásunk, ráadásul még nem is a miénk, hanem azt láttuk helyesnek, ezzel azonosítottuk magunkat, és nagyon sokszor küzdünk, harcolunk valamilyen falatért, anélkül, hogy ez igazából a mi belső késztetésünk lenne. Nagyon gyakran csak azért tesszük mindezt, mert ezt láttuk a felnőttektől. Szeretnék önöknek egy kis videót megmutatni, amelyben a gyerekek utánzó képességére hívom fel a figyelmet. Ez csupán egy perces kis videó lesz, amit mindenképpen szeretnék megmutatni önöknek. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. And you ain't been gonna climb as light as I am. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Szóval el kell döntenünk azt, hogy mennyire vagyunk mi tudatában annak, hogy az, amit teszünk, az mennyire a sajátunk, vagy mennyire nem az. Érdemes lenne ezeket megnézni, hogy miben hasonlítok arra a mintára, amit
kaptam, amit eddig láttam, mi az, amit sajátomként tovább viszek, mi az, ami valójában a sajátom, és mi az, amit tanultam, amit láttam, és ezért gondolom helyesnek, ezért gondolom a sajátomnak, mert olyan régóta velem van, olyan régóta kísér ez, hogy teljesen beépült a személyiségembe. Az így megragadt motivációs és érzelmi állapot, amit látunk, hallunk, tapasztalunk a szüleinktől, a nevelőinktől, ha ez így jobban tetszik, illetve azok a viselkedés minták, amiket az előbbi kisfilm is próbált bemutatni, ezután a személyiségünk saját élmény és magatartás szervezésében is óriási szerepet kap. Azt gondoljuk, hogy ez a miénk, hogy ez hozzánk tartozik, hogy csak így lehet, és ez a normális. Nagyon érdekes az, amikor egy falat konfliktussal állunk szemben, és teszem azt, képzeljük el, hogy Hufnagel Pistiről beszélünk, aki tudjuk, hogy óriási vagyonnal rendelkezik Amerikába, ezért sóhajtozik Paula, hogy bezzeg a Hufnagel Pisti, az milyen fesfiú volt, de Hufnagel Pisti belekeveredik egy piti kis történetbe, egy nagyon kicsi területért elkezd pereskedni. Karesz az előadásokon, a tanfolyamokon mindig a szomszéd és a kerítés történetét mondja el, hogy ez egy 10 centi földért képesek vagyunk éveken keresztül pereskedni, amit igazából nem is használunk, nem is művelünk, de maga a tény, hogy ez az enyém, az hozzám tartozik, ez az én birtokom, az én falatom. Nagyon sokszor van olyan, hogy a falatért akkor is küzdünk, amikor igazából, mert nem a létfenntartásunkhoz szükséges falat kenyérért küzdünk, hanem valami olyanért, aminek talán sem értelme, sem haszna nincs. Hát persze van haszna, csak azt a bíróságokon szoktuk kifizetni, ez egy nagyon gazdaságos történet, valaki másnak, az ügyvédeknek, az állami szerveknek, a pereskedés rengeteg pénzt felemész, és nagyon sok ilyen történetet hallottam talpalatnyi helyekért folyó küzdelmek során, amik szintén falatkonfliktusok, mert ez az én falatom, és ez nekem kell, és ez ugye a nyelőcsövet érintik, ha ezt jól mondom. Vissza akarom kapni azt a talpalatnyi földet, így van. Igyekszem ezeket a példákat olyan szinten megragadni, hogy azok, akiknek falat konfliktusok van, azok is felismerjék az azonosultságaikat. Én most nem a betegségre szeretnék fókuszálni, hanem az oda vezető úthoz. Nyilvánvaló, hogy minden egyes értelmes biológiai különprogramot egy Dirk-Hammer-szindróma, egy DHS előz meg. Ez, amiről én beszélek, csak előkészíti ehhez a talajt. Tehát ezt így kell kezelni és értelmezni. Szóval a megragadt motivációs és értelmi állapotunk mit jelent? Az motivál, hogy én is gyűjtsek valamit a családi vagyonhoz. Hogy legyen még egy hektár földem, hogy legyen még egy házam. Igaz, hogy csak egy hálószobában, egy ágyban, tudok elaludni, egy kanállal eszem a levest, úgymond egy életem van, de gyűjtök. Ez a falat konfliktusnak egy másik árnyalata, amikor nem tudom, hogy mennyi az elég, vagy a gyűjtögetéssel telik el az életem, és nem élvezem ennek a begyűjtött javak élményét, vagy ennek a lehetőségnek a kellemes érzetét. Az értelmi állapotom is csak erre hegyeződik ki, mert mindig azt nézem, hogy hogyan tudnék még többet. Vannak ilyen ismerőseink, azt hiszem mindannyiunknak, akik nem tudják megállni a harácsolás, a gyűjtögetés kereteit nem tudják megtalálni, lehet, hogy újabb és újabb üzletekbe bonyolódnak bele, és a következő milliókat szeretnék megkeresni, de a gyűjtögetésnek van egy ilyen lomis része is, amikor a vackainkat gyűjtögetjük, az a másik extrém, amikor nem tudunk megszabadulni ezektől a filléres kacatoktól, vagy nem tudjuk elengedni mondjuk a szemetet, ez is egy nagyon komoly falatkonfliktus, bár erről nem túl sokat beszélünk, mert általában szégyeljük az olyan családtagot, aki gyűjti a szemetet,
nem csak a sajátját, hanem mástól is hazahordja a kiukat, labort, az eldobott edényt, a fületlen fedőket, a gumiabroncsokat, ki tudja még miket, és zömében ezt az ilyen rokon halála után nagy sutyomba, kamionnal elszállítatjuk, hogy ne lássák, hogy mi volt a papánál. Ez is egyfajta falat konfliktus, és ez is egy ilyen megragadt, megrögzött állapotot jelent. Szóval ez befolyásolja azt, amit én saját élményként tudok magaménak, mert ugye van egy pillanatnyi örömérzés akkor, amikor begyűjtöm az újabb falatot, gondoljunk csak itt a shoppingolási témára, amikor elmegyünk vásárolni, és akkor úgy elkap bennünket a gépszi, és olyat is megveszünk, amit igazából nem nagyon használunk, nem nagyon vágyunk rá, nem nagyon érezzük ennek égető szükségét, de a vásárlás adta pillanat, adta öröm, hogy ezt meg tudom venni, hogy ezt el tudom venni, ezt nekem odaadják, kézbe adják, zacskóba adják, köszönnek előre a boltba, valahol rám is figyelnek, körbeudvarolnak addig, ameddig a vásárlási szándékomat észreveszik, amikor csak nézelődök a boltban, akkor már nem vagyok olyan szívesen látva. Nagyon sokat kompenzálunk falatokkal, falatokért, küzdünk, és a falatokkal jutalmazzuk magunkat. Nagyon érdekes, ahogyan ehhez a témához hozzáállunk. Ez befolyásolja a magatartásunkat is. A személyiségünk fantáziáiban is vannak ilyen falatkonfliktusok. Ugye, ha én gazdag lennék, meg színes tintákról álmodom, ezek mind-mind falatkonfliktushoz köthető történések. Vajon az, amit mi fantáziavilágunkban falatként elképzelünk, hogy mennyire vágyok én egy ciklámen kétmotoros kis repülőre, el nem tudják képzelni. Jaguára azt nem igazán. Nem, inkább kis repülőre vágynék, és milyen jó lenne itt az udvaron. Igaz, nem lenne jó, mert le se tudnánk rakni, meg egyáltalán kerülgetni, meg nem tudunk repülni, de mindig vannak ilyen nagyon elrugaszkodott vágyaink, fantáziáink. Ha visszamehetnék az időbe például, az is egy ilyen falat konfliktus, hogy ha még egyszer abba a helyzetbe kerülhetnék. Vagy falat konfliktus az, amikor a fiatal kislány elképzelő, hogy milyen lesz a vőlegénye, a ruhája, nem tudom milyen, és persze, amikor ezt próbálja megvalósítani fiatal feleségként, akkor jön rá, hogy ez lényeges vagy nem. Nagyon sokszor ragaszkodunk ehhez a falathoz, hogy már pedig csak úgy is, sehogy másképp. Az azonosulásunk, az nagyon sokszor jelenik úgy meg, mint utánzás vagy imitáció, ugye az előbb említettem a gyerekeknek a viselkedését. A gyerekek, a szülők utánzását úgy hívjuk, hogy szociális tanulás, elnézést kérek ezek miatt, a szakszavak miatt, de úgy érzem, hogy nagyon sok kolléga is hallgathat bennünket, és szeretném, hogyha ők is be tudnák azonosítani ezeket a fogalmakat, mert az, amit a gyerek lát és tapasztal, az így tanulja meg utánzással. Van egy rossz hírem is, bár szerintem nem teljesen ismeretlen a fogalom, hogy a gyerek nem azt csinálja, amit mondunk neki, hanem amit mi teszünk. És itt van a gond, mert beszélhetünk mi arról, hogy milyen káros ez vagy az, vagy mit illik, mit nem illik, de ha azt látom, hogy a szüleim ugyanúgy megteszik ugyanezeket a dolgokat, amit nekem tiltanak, akkor elkezdem ugyanezt tenni, lehet, hogy nem a szüleim jelenlétében, hanem mondjuk egy másik gyerek jelenlétében, gondolok itt a kistestvéremre, mert ha azt látom, hogy anyu leordítja apu fejét, akkor én is oda megyek a kisághoz, és leordítom a kicsi fejét, hogy miért sír. Mert igyekszem ezeket a mintákat saját magam is kipróbálni. Nos, ezt a szociális tanulást folyamatot nagyon sokan kutatták, és például az agresszió tanulására is rengeteg kísérlet folyt.
Én nagyon érdekes kísérletet szeretnék önökkel megosztani, ez az egyetlen ígérem, nem jövök több ilyennel elő. Az egyik híres pszichológus Bandura végezett egy kísérletet Bobó babával, aki egy képzeletbeli helyzet, vagyis egy kísérleti helyzetnek az alanya volt. Bobó babát bevitték egy terembe, hozzá bevittek gyerekeket, és a gyerekek szeme láttára az egyik kísérletben résztvevő személy megverte ezt a babát. Mindenféle módon bántott. Ez egy felfújt lufi baba volt, és a gyerekek látták azt, hogy a bántalmazót megjutalmazzák. A másik csapat gyerek azt látta, hogy a bántalmazóval semmi nem történt, a harmadik csoportban pedig a bántalmazót megbüntették. Képzeljék el, hogy a gyerekek miután magukra maradtak ezzel a babával, innen kezdődött gyakorlatilag a kísérlet, azok a gyerekek, akik azt látták, hogy az agresszióért semmilyen retorzió büntetés nem jár, tehát nem hozták még szóba sem, hogy kell vagy nem kell ezt a babát bántani, nagyon válogatott módon püfölték, sokkal kegyetlenebb módozatokban, mint ahogy ezt a kísérletben szereplő kísérlet vezetőjétől látták. Érdekes az, ahogyan az agressziót tanuljuk. Ha azt látjuk, hogy ez jó, mert nem jár érte büntetés, nem jár érte semmi különleges, sőt, a családon belül ezt titkoljuk, mert elesett, mert megütötte, mert megcsúszott, mert nem úgy akarta, mert apu ideges volt, mert anyu dühös volt, és így tovább, a gyerek ugyanezt a mintát fogja végigvinni, és nagyon érdekes, ahogyan a falatért való küzdelemben ez az agresszió megjelenik. Nézzük meg az óvodában, amikor egy gyereknek van egy új játéka, a többiek hogyan reagálnak erre. Van, aki azon el akarja venni, rögtön megverés, és kitekeri a másik kezéből. De nem kell az óvodánál leragadnunk. Nézzük meg azt, ahogyan mi felnőttek reagálunk valami olyanra, amikor egy társunk egy új, sokkal jobb, szebb falatot megmutat. A legelső dolog milyen reakciók lehetnek, ha mondjuk meglátom, hogy a szomszéd megvette azt a jaguárt, amiről én 3 éves korom óta ábrándozom, a legelső reakcióm az, hogy biztos lopta. Rögtön az irigykedés, a falat utáni sóvárgás átcsap egy agresszív magatartásba, és nagyon sokszor emiatt küzdünk ki, harcolunk a testvérünkkel egy talpalatnyi földén, nehogy már még megint elvegye ezt is. Nem elég, hogy gyerekkoromban így viselkedett velem, hogy soha nem volt semmi az enyém, mindent meg kellett vele felezni, én dolgoztam, ő volt a megkímélt, én voltam az, aki dolgoztam 2 helyet, aki igyekeztem anyunak meg apunak nem bánatot és szomorúságot okozni, ő volt a fekete bárány, és akkor most jön és tartja a markát. Na, ilyenek azok a helyzetek, ilyen azonosultságokig jutunk el, hogyha falat konfliktusokban egy kicsit mélyenben belenézünk, hogy mi motivál arra, hogy azért az egy kis falat valamiért küzdjek. Mert ameddig nem tudom megérteni, hogy mi tartja fenn ezt az állapotot, addig érthetem, hogy ott hol zajlik sejt plusz, sejt minusz, mi történik konfliktus aktív szakaszban, mi történik epileptoid krízisben, de nem tudom megoldani, mert kell, mert muszáj. Ameddig nem értem meg legalább önmagam, ha már van falat konfliktusom, hogy mi a felének ragaszkodok ahhoz a valamihez. Milyen jót hoz ez majd az életembe, ha azt megkapom. Lesz-e bármilyen előnyöm ebből, vagy maga a küzdelem, az ellentmondás, a bemutatás, a csak azért és a csak azért se? Mi az, ami fenntartja ezt az állapotot bennem? Miért van erre szükségem? Azért, mert azt láttam, hogy bármit meg lehet tenni büntetlenül? Azért, mert azt láttam, hogy ha marakodunk valamint, mondjuk családi örökség a nagy falat, ami ilyenkor szóba szokott jönni. Azt láttam, hogy anyu is harcolt a testvérével, a nagyanyó házáért, akkor én sem fogom alább hagyni a testvéremnek a történetet, mert én anyuval azonosulok. És úgy viselkedek, mint anyu, én is elgondozom az én szüleimet, mint ahogy az anyukám tette, és akkor jogosan érzem azt, hogy ez az én falatom.
De vajon szükségem van arra a falatra? Vajon nem lehetne ezt másképp megoldani? Vajon nem lehetne ezt harc nélkül elintézni? Vajon nem lehetne még ezeket a dolgokat akkor elintézni, vagy akkor elkezdeni elintézni, amikor még a szülők élnek, például ha egy örökségről van szó. Nem lehetne ezt békés módon elrendezni? Gondoskodni arról, hogy a gyermekeink ne kerüljenek háborús helyzetbe egy nyári konyháért, vagy egy kis szekérért? Nagyon sokszor ilyen témák maradnak fenn, hogy kire marad ez a papír, az a ruha, az a kis szekér, az a szekrény, az a nem tudom micsoda. Bagatell értékek miatt kerülnek testvérek olyan helyzetbe, hogy egymást vádolják, egymást bántsák. Fontos lenne, hogy ha több gyerekünk van például, akkor ezeket a falatokat úgy osszuk el, vagy úgy osszuk be, hogy ezek sérülésmentesen kerüljenek szétosztásra. Nagyon sok ilyen esettel találkozunk, azért is tértem ki ennyire az örökség témájára, mert nagyon komoly hasnyálmirigy programot lehet elindítani. És kérdem én nagyon halkan és nagyon szeliden, mennyiért eladó a hasnyálmirigyem? Mennyiért vagyok hajlandó egy hasnyálmirigy rákot kifejleszteni? Megéri az a kis szekér, az a 2 hektár föld, az a rengeteg tárgyalás is, pereskedés is, kapcsolatromlás, mindazt, hogy mire megkapom, és persze miután megkaptam, oldom fel a konfliktust, akkor mielőtt még élvezni tudnám, zömében megbetegszem, és hát nagyon gyakran bele is lehet ebbe halni. Szóval érdemes ezt így folytatni? Az, ahogyan én egy ember viselkedését átveszem, itt a szimpátia, az iránta érzett szeretetem, az empátiám, emocionális ragaszkodásom, érzelmi kötődésem teszi ezt lehetővé. Nagyon gyakran a szülők azok, akiknek szinte átragad rám a viselkedése, de vannak jelentőségteljes felnőttek, ugye példaképek. Amikor óvodások vagyunk, akkor óvónénik, óvóbácsik szeretnénk lenni iskolába. Ha jelentőségteljes személy a tanítónéni, akkor mindenki tanítónéni akar lenni. Vagy így választunk pályát például, hogy azonosulunk egy tanárunk viselkedésével, mert az nekünk tetszik, mert arra felnézünk, mert azzal tudunk azonosulni, és ez az azonosulás később saját magunk elemévé válhat. Ahogyan a gyermek növekszik, egyre inkább az empátiának megfelelő folyamatok lépnek működésbe, tehát itt már az azonosulás képessége kisebb és részlegesebb, mert lehet, hogy tetszik nekem, ahogyan például a fizika tanárom beszél a fizikáról, vagy amennyit tud a fizikai kísérletekről, de lehet, hogy nem szeretnék olyan kis házban élni, mint ő, nem szeretnék egy olyan környezetben lakni, mint ő, nem szeretem azt, ahogyan megnyilvánul órák után, nem szeretem azt, ahogyan a piacon találkozok vele, és nyári vakációba, és az már nem tetszik, mert nekem az az egy darab tetszik belőle, amikor kiáll és beszél az öveges professzor kísérleteiről. De itt már egy részleges azonosulásról beszélünk. Amikor az empátiám olyan mértékű, hogy már nem csak a megnyilvánulásainak részletei, hanem az érzelmi, indulati állapota is számomra kívánatosak, ez be tudom önmagamba építeni, méghozzá úgy, hogy a kialakult én határaimon belül húzom. Az, hogy milyen vagyok én jó tanuló vagyok, én ilyen kislány vagyok, olyan kislány vagyok, de olyan akarok lenni, mint az osztályfőnök, tehát úgy kezdek el viselkedni, úgy kezdek el érezni, vagy legalábbis megpróbálom ezt úgy kialakítani, hogy összeolvadjak azzal, amit ő képvisel számomra. Nagyon érdekes az azonosulásnak az a mozdanata, amelyikben valamilyen mértékig benne van az empátiás élményben. Tehát ha őt fájdalom vagy sérelem éri, akkor ezt én is átérzem.
együtt érzek valakivel olyan szinten, mintha egy test lennénk. Ez az azonosulás, ez nagyon-nagyon veszélyes, és nagyon összetett folyamat is. Egyrészt egy sor tanulási mechanizmussal szerveződik, például azonosulással átveszem a késztetéseket, a személyiség önmagában is ezt korlátozza, hiszen minden cselekvés előtt fantázia próbák történnek meg, amilyenek az eredeti cselekvés tervet a valósághoz igazítják. Vagyis, ha én olyan akarok lenni, mint az osztályfőnök nőm, akkor egy helyzetben, amivel én szembesülök, megpróbálom elképzelni, hogy vajon ő hogyan reagálna erre. Ezt az önében akkor veszük észre magunkon felnőttként, amikor szülői háztól messze kerülünk, és próbáljuk ezeket az új helyzeteket valahogy megoldani. Gyakori az, hogy a szülők elhalálozása után próbálok úgy viselkedni, mint ahogy anyukám vagy apukám tenné, és akkor visszapróbálom ezt idézni, hogy hogyan viselkedne, ha most anyukám kerülne ilyen helyzetbe, akkor ő most mit tenne. Másrészt a mintakövetés számos visszajelzés is követi, és ez vagy erősíti a mintázatot, vagy gyengíti. Például egy olyan esetben, amikor a gyerek fiatal kisfiúnak azt mondják a nagymamája, vagy az anyukája, pont olyan vagy, mint apád. És ez persze nem dicsérő felhanggal. Akkor szeretné ez a gyermek megkapni azt a falatot, hogy legyek már én is jó, vegyétek már észre, hogy én vagyok. Legyek már az, akit én belül képviselni akarok, ilyenkor teljesen ellenkezőjét mutatja annak a mintának, akivel őt azonosítják, és be akarja bizonyítani mindenki számára, hogy ő más, hogy ő nem olyan. Mi az azonosultsága, hogy én más vagyok, hogy én csak azért is meg kell mutatnom nekem, csak azért is meg kell mutatnom azt, amit képviselni tudok és akarok. Szóval, miért lényeges ez? Mert ez a gyermek, aki ezt a mondatot megkapta, az késztetést érez arra, hogy begyűjtse azokat a dicséret falatkákat, amiket vagy megkap, vagy nem kap meg a szüleitől. És mi a lényeges? Milyen falatra vágyom? Arra a falatra, hogy végre valaki megsimogassa a buksimat, és azt mondja, hogy fú, hát nagyon vagány vagy, sokkal ügyesebb vagy, igazi egyéniség vagy, büszke vagyok rád, jól csináltad, és így tovább. Vagy azt a falatot, hogy itt van, tessék, te is a család szerves része vagy, és kapsz egy felelősségfalatot, hogy bízunk benned, rád merünk bízni dolgokat. Vagy mi az a falat, amit meg akar kapni? Egy egyetemi oklevél? Egy új autó? Valami vagyoni helyzet? Mi az az azonosultsága, ami a falatok gyűjtögetésére készteti? Én a miérteket feszegetem. Azt, hogy miért van erre szükségünk. Nem a konfliktusokon dagonyászom, hanem azon, ami az egészet elindítja, azt a táptalajt, ami ezeknek a konfliktusoknak a lehetőségét megnyitja. És ha ez a lehetőség nyitva van, akkor itt bizony konfliktusok fognak előjönni. Nagyon érdekes folyamatokat tártam fel, reggelig tudnék erről beszélni, de azt hiszem, hogy pontosan látjuk azt, hogy az, amivel azonosulok, az nem azonos, azzal én nem vagyok azonos. Ez az azonosultságom. Vagyis én nem anyám pici kislánya vagyok, akinek mindig szabályszerűen kell viselkednie, illendően kell köszönni az idegeneknek, nem szabad otthagyni egy utolsó falatot a tányéron, hölgyeim, mosogatás előtt az utolsó falatot elmerjük-e dobni, oda tudjuk-e dobni a kukába, vagy bekapjuk a gyerek és a férjünk után, mert ételt nem dobunk el. Mert nem hagyunk a tányéron egy falatot sem. Nézzük csak meg, hogy micsoda azonosultságok tudnak ilyenkor kirobbanni egy egyszerű hétköznapi eseménynél, mosogatás előtti állapotban. Mi az azonosultságom, hogy mi szegények vagyunk, nem dobhatunk el ételt? Mert anyu meg apu milyen keményen megdolgozott érte. Most, amikor lehet, hogy egy utolsó falat félig megrágott kenyér darabot
oda tudnánk adni mondjuk a kutyának, vagy be tudnánk dobni a kukába, nem tesszük meg. Miért? Mert én mindig a szegény énnel, a szegénységgel azonosítom magam. Nem jövök ki a szerepből, pedig a függönyt már rég behúzták, már ez egy új színdarab, új szereplőkkel, talán új színház, de még mindig ugyanazt a szerepet játszom. Vagyis, amivel azonosulok, tévesen azt gondoljuk, hogy azzal vagyok azonos. És akkor, ha egy egészségbetegség webkonferencia szokott ezen a portálon zajlani, normál esetben akkor nem tehetem meg, hogy nem térek ki arra a gondolatra, hogy sokszor a betegséggel is azonosulunk. Mert én a szívbeteg vagyok, a cukorbeteg vagyok, az allergiás vagyok, a rákbeteg vagyok, a nem tudom milyen beteg vagyok, az SM beteg vagyok, és nem tehetem meg. Na mindazt, amit nem tehetek meg, az számomra, mint falat jelenik meg. Mert ha letiltanak egy diétával, valamilyen, mit tudom én, milyen neves professzor kitalálta azt, hogy ezt vagy azt, ebben vagy abban a betegségben kerülni kell, valljuk be őszintén, miről szoktak letiltani bennünket? Csak a kedvenceinkről. Vagy olyan ételekről, amit addig nem túl gyakran ettünk, de most, mivel tiltva van, úgy eszünk bejött, hogy vajon mi haj, de jó lenne enni abból is. És lássuk azt, hogy a cukorbetegség esetén pontosan az ellenszegülés az, hogy de én nem akarom elfogadni, hogy nekem ilyen diétám van. Hányszor szegik meg a diabéteszesek a diétát, mert nem bírnak ellenállni. Mert van egy tiltás, ami, hogy na, azt nem szabad. Megjelenik a vágy, hogy de én azt szeretném. És ez a kettő közötti feszültség újra csak ellenszegülést vált ki benne, legyen szó egy falat kenyérkéről, legyen egy süteményről, legyen bármiről szó, ez maga az, ami kiváltja ezt a kettősséget. Én azért szeretnék ma nagyon fontos és lényeges módon kitérni arra, hogy nem vagyok az azonosulásommal egy. Én egy ember vagyok, aki ebből és ebből a családból, ezzel és ezzel a programmal, ilyen és olyan mintával jöttem ide. De van szabad akaratom, hogy nem vagyok ezzel azonos. Nem kell ezt egy bioként, magunkon hordani életünk végéig. Lehet, hogy nem szép mintát láttunk, lehet, hogy nem túl felemelő pillanatokon mentünk keresztül, de nem vagyok azonos azzal a kis gyerekkel, aki nem kapta meg a biciklit, nem vagyok azonos azzal a gyerekkel, akit a családban a rossz kislány, rossz kisfiú kategóriába neveztek el, vagy raktak be, nem vagyok azonos azzal a skatujával, amit a matek tanárom kitalált nekem, hogy én közepes tanuló vagyok, vagy közepes alá, és örüljek, ha átmegyek, és innentől a számoláshoz való hozzáállásom is már teljesen aláástam, mert nem merek számolni, inkább minden számológéppel, nehogy kinevessenek, mint ahogy egyszer matek órán megtették, egy arrogáns tanár segítségével. Mik az azonosultságaink ezekkel a falatokkal kapcsolatban? Jó lenne, ha tisztáznánk. Vannak testi azonosultságaink. Úgy áll a fülem, mint az apámnak, olyan a láb, olyan, mint a nagyanyámnak, és így tovább. Igen, lehet, hogy hasonlítok rájuk. Nem biztos, hogy azért, mert genetika. Lehet, hogy azért hasonlítok rájuk, mert hasonlítani szerettem volna, hogy engem is elfogadjanak. Mert ha hasonlítok rá, akkor majd engem is szeretni fognak. Lehetnek érzelmi azonosultságaink. Olyan jó szívű vagy, mint anyánk volt. Halljuk egymástól. Miért? Mert szerettem anyámat, és szerettem volna olyanná válni, amilyen ő volt. Vagy olyan eszes vagy, mint apánk. Úgy jár az eszed. Olyan stílusban. Miért? Mert sok időt vele töltve, megfigyelve az ő gondolkodási algoritmusát, állandóan követve, utánozva, imitálva próbálom ugyanazt leképezni a saját életembe is. Ha most az én apám azon gondolkodott folyamatosan, hogy hogyan lehetne még valamit hazahozni, miből lehetne üzletet csinálni, miből lehetne valamit másképp tenni, akkor ugyanezt a mintát hol viszem tovább, ezzel azonosulok. Ha azt láttam, hogy mondjuk az apám
Egész nap sütette a hasát, és nem gondoskodott a családról, és ez számomra nem kívánatos, ugye én éltem meg ennek a következményét kisgyerekként, akkor eldönthetem felnőttként, hogy ugyanúgy csinálom, vagy változtatok a mintán. Miért nem lehetne ezt például a falat konfliktusok szinterén is megállítani? A jobb oldali képen látják azt, hogy az ember három testből áll. Van a mentális test, itt vannak a gondolataink, a vitális test, itt vannak az érzéseink, és van a kézzelfogható fizikai test, itt vannak a szerveink. Én külön szerelmes vagyok abban, ahogyan Hammer doktor a test a betegségeit elmagyarázta tudományos módon úgy, hogy egy érzelmi megrázkódtatás, ami az érzelmeimet érinti, az agy képességével, az agy segítségével testi elváltozást mutat, vagyis mindhárom testünk érintett. Mert mindig, amikor az agyról beszélünk, az egy mentális folyamatnak a feltételezését hozza, tehát az egész embert kezeli, nem egy sejtet, nem egy szervet, nem egy szervrendszert, hanem egészében. Ennek az embernek nem csak csíralemezből kialakult szervei vannak, hanem érzései és gondolatai. Ahova asszociál egy DHS-sel, olyanféle konfliktusok alakulhatnak ki a testében. Akkor szeretném én nagyon röviden összefoglalni azt, hogy mi a különbség az azonosulás, a modellkövetés magasabb szintje, az utánzás és az azonosulás között. Még az utánzás esetében a modell cselekvéseit, mondjuk empátia segítségével a modell érzelmeit, hangulatait veszi át a gyermek vagy a felnőtt, addig az azonosulás a modell személyiségével, értékeivel, normáival, attitűdjeivel való azonosulást jelenti. A folyamat körülbelül 2 éves kor körül kezdődik, és 8-9 éves korig tart normál esetben, de ez felnőtt korban is jelen van, csak nem ennyire szignifikánsan. Az óvodások a szerepjátékokban megfigyelhető mozdulatokat, beszédeket, hanglejtéseket utánozzák, és ilyenkor, amikor egy kislány az anyukásdit játszik, ő nem pont olyan, mint az anyuka, hanem ő maga az anyuka. A játékban nem pont olyan, mint a saját anyukája, hanem ő pont az anyuka. Érdemes ezekre odafigyelni. Az azonosulásról nagyon sokat hallhatunk mindenféle elméleteken keresztül, ezektől önöket megkímélem, de fontos tudni, hogy kisgyermekek esetében a szeretett személlyel való azonosulás spontán történik, a tudatosság és a szándékosság csak később, serdülőkorban jelenik meg. Az azonosultság egy nagyon összetett folyamat, több mint az utánzás, nem csak a szokásait, hanem a külsőségeit, hanem az érzelmi világát is lemodellezi, és nagyon fontos az, hogy milyen érzelmeket tud ezáltal megmutatni. Fontos lenne tehát tudni, hogy az azonosulás azt jelenti, hogy egy vagyok a modellem személyiségével, értékeivel, normáival, ahogyan a többi embert megítéli, ahogyan ez a dolgaiban állást foglal, amilyen a jelleme, a neveltetése alapján, ahogy a másokkal szemben hozzáállását kifejezi. Érdemes lenne ezeket az átvett azonosultságainkat átgondolni. Van erre szükség? Kellenek ezek? Szükség van erre? Mennyiben vagyok a saját életem ura? A falat konfliktusokról nagyon röviden szeretnék egy pár gondolatot mondani. Mi is az, hogy falat? Ha a fizikai síkon veszük egy egyszerre leharapható ételdarab. Nem túl nagy, mindig csak egy pici. De ezek a sok picik falat konfliktusok, amiket megélünk, mert kell egy jó ruha, kell egy szép cipő, kell ez, amit a reklámban láttam, kellem az, kell, mert akciós, kell, mert most van rá pénzünk, kell, mert soha nem tudtuk megengedni magunknak. Itt azért a pénzzel való viszonyulásunk is nagyon fontos. Ugye a zseppénz az miről szól, hogy zsebben tartjuk és azonnal elköltjük. Nagyon gyakran még a fizetéseinkkel is így viselkedünk vagy viseltetünk. A falat egy foggal lemetszett vagy lemetszhető darab valami kemény dologból,
nagyon kevés étel, ami egyszerre a szánkba férna, de hát ha a falatoknál tartunk, vonatkoztassunk el ezektől a folyamatoktól, milyenféle falat konfliktusunk lehet, milyenek ezek a falatnyi azonosultságaink. Lehetnek a táplálékhoz köthetőek, a víz, levegő, fény és hang, ahogy Karesze szokta említeni, de ezek mind-mind olyan alapvető szükségleteket elégítenek ki, ami a faj fenntartás és a túléléshez elegendő. Ha a szükségletekről beszélünk, akkor mindenkinek eszébe jut Maslow szükséglet piramisa, és itt látjuk legalul a fiziológiai szükségletnél az éhség, szomjúság, szexualitás témakörét. Ezt ne tessenek megtanulni, mert nem helyes, nagyon sok hiba van ebben a piramisban, és tudom, hogy sokan most nagyot néznek, mert a kettővel kevesebb az öt színből álló szükséglet piramist ismerjük. Ez sem véletlenül van így, hiszen a szükségleteink kielégítésére van berendezkedve a világ, és pontosan a médián keresztül próbálják a legalantosabb szükségleteinket fenntartani. Ugye a tudni, érteni, megismerni szintén nem nagyon megyünk feljebb, de vannak esztétikai szükségleteink is, önmegvalósítás szükséglete, amit Maslow valójában transzcendens szükségletnek nevezett, kapcsolódni ahhoz a belső forráshoz, ami mindannyiunkban bennünk van. Nyilván ezt a propaganda nem engedi megjelenni, ezeket leveszik. Van Maslow bácsiról is egy nagyon érdekes kis pletyka szintű megjegyzésen. Ő nagyon sokszor küzdött azért, hogy a családja elfogadja, tehát neki ez volt a nagy falat, hogy ő lenni akart valaki, hiszen a családja elfordult tőle, amikor első unokatestvérét Bertát feleségül vette, és emiatt, hát ő volt a család fekete báránya, és meg akarta mutatni, hogy ő is elérhet valamit. A rossz nyelvek szerint a piramis elméletet, a szükséglet elméletet nem is ő dolgozta ki, hanem egy nélkülöző társa, és állítólag egy szalvétára rajzolta fel, ez a hajléktalan koponya egy tányér ételért adta át ennek a szükséglet piramisnak a lényegét. Ezt nem tudom csak pletykaszinten, régi pletykaszinten igazolni, de ha így is van, akkor is a hét egymás fölé szerveződő szükségletet érdemes megfigyelni, hogy miért téves például a szexualitáshoz, hát ezért némi kommunikáció szükséges, tehát a kommunikáció pedig már egy sokkal fentebbi szint. Lehetne, nem a piramisban szeretném a lényeget láttatni, hanem azt, hogy tudjuk, hogy a falat konfliktus az a legalsó szint, a legelemibb dolog. Nem azt jelenti, hogy ezért érdemes egy életen átküzdködni, nem azt jelenti, hogy egy életen keresztül ezen a szinten nem tudok feljebb emelkedni. Nem azt jelenti, hogy bármi történik, csak ezzel az egy dologgal tudnék boldog lenni. Mutatnám azt a kisé humoros ábrázolást arra, hogy a falat konfliktusoknak milyen szintere lehet. Ugye a fényfalat a nem látok, a hangfalat a nem hallok, az információfalat a nem beszélek, és hát van egy másik falat is, amit megint vagy megkapok, vagy nem kapok meg, elven lehet élni. Legyünk kedvesek, én ezt a négy kis majmot azért hoztam be, hogy legyünk kedvesek észrevenni, kinyitni a szemünket azokra a területekre, ahol még küzdünk, észrevenni, meghallani azokat a hangokat, amelyek belülről megkérdőjelezik a falatért való küzdelmünket. Kell ez neked? Biztos, hogy ezt akarod? Nem tudnád elengedni? Nem tudnád másképp csinálni? Mindannyiunkban megjelennek ezek a kis belső hangok. Mondjuk ki, ha meggondoltuk magunkat. Nagyon sok pár azért indul el, vagyis azért nem záródik le, mert egyszer elindították. És mindig mondott valaki valamit, és soha nem került igazából megbeszélésre, szívtőszívi kommunikációra, hogy figyelj, lehet, hogy neked adta nagyanyám azt a hintaszéket, de én egész gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy elképzeltem, hogy majd ez a hintaszék az enyém lehet. Nem tudnám elcserélni valami másra. Nem adnád nekem? Vagy nem vehetném meg tőled? Vagy bármi? Beszéljünk a DHS-nek, az az egyik kritériuma, hogy nem beszélünk róla. Magunkba tartjuk, magunkba zárjuk, elfogjuk,
és az egész történet egy ilyen légüres térbe bennünk marad, amit se megoldani nem tudunk, mivel nem beszélünk, nem foglalkozunk vele, se elmúlni nem hagyjuk, mert mindig bennünk van a sóvárgás, meg az az én falatom, ez az enyém, ez nekem kell. Vagy pont emiatt érezzük magunkat szarul, elnézést a kifejezésért, de ezt nem tudom szebben kifejezni, mert valami van, amit elhoztam, elvettem, nem kaptam meg, nem adtam oda, és bánt a lelkiismeretem emiatt. Érdemes ezek a történetek miatt ilyen sokáig ezekben az állapotokban lenni. Nagyon sok embertársunk csak akkor érzi jól magát, hogyha bizonyos alapvető feltételek teljesülnek, akkor ez a non plus ultra. Emlékeztetném önöket arra, hogy nem a fiziológiai szükségletünk kielégítésért vagyunk itt a Földön. Vannak egyéb feladataink is, hozzájárulnak, és senkit nem biztatok arra, hogy holnap reggeltől fénnyel reggelizzen és fénytáplálkozzon. Nem. Próbáljuk meg a falatokat az egészséges, józan paraszti ésszel felfogni kell, nem kell, szükséges, nem szükséges. Ne az legyen életünk minden pillanatának a hitvallása, hogy küzdök még valamiért, még ezt, még azt, még amazt megszerezni. Nem emiatt vagyunk itt a Földön. Ha így gondolkodunk magunkról, hogy legyen mit enni, legyen mit inni, legyen fedél a fejünk fölött, ezek alapvető szükségletek, de nem csupán ennyiből áll az életünk. Hoztam egy képet, ami engem nagyon-nagyon inspirál. Ezen a képen egy tyúkfarmot látunk, ahol mindenkinek megvan az étele, itala, kicsi kis területe, gondoskodnak róla, mindene megvan, úgymond, és elkezdenek gondolkodni. Az egyik azt mondja, hogy higgyetek nekem, meg akarnak ölni bennünket, mindenkit, hallgassatok rám. Mire a többiek, akik teljesen boldogok a saját megszerzett falatjukkal, ezt mondják? Hát persze, ezért adnak tetőt a fejünk fölé, és ezért etetnek bennünket. A másik azt mondja, hogy összeesküvés elméleteket szőnek, hogy egy tökéletesen normális rendszer miatt zúgolódnak. A következő már megint ezzel jönnek, és van a negyedik, aki azt kortyogja, hogy mondd meg neki, hogy fogja be a pofáját. Valójában ez egy társadalmi rajz, hogyha szétnézzünk így a koronavírus járvány korlátozás, kijárási korlátozás, mindenféle pró és kontra kapcsán, ugyanezt láthatjuk. Ha amennyiben csupán a falat megszerzésére használjuk el életünk minden figyelmét, minden energiáját, hogyan jutunk el arra a transzcendens megtapasztalásra, hogy kik vagyunk mi valójában? Vajon kinek az érdeke, hogy újabb és újabb tárgyat kínáljon fel, ami után aztán sóvároghatunk? Ha bekapcsolják az internetet, és elkezdenek mondjuk a Facebookon lapozgatni, akkor biztos találkoztak már olyan oldalakkal, amelyek újabb és újabb tárgyak megvásárlására késztetik önöket, és ezt a vágyat keltik fel, hogy még ezt, meg még azt. Az akcióknak is ugyanez a szerepe, és azért 8,5 év letöltendőt lehúztam egy hipermarketnél, élelmiszert gyártottunk és adtunk el, és pontosan tudom, hogy a falat konfliktusra való, hogy is mondjam, kellemes odafigyelés, vagy mondjam ki, hogy manipuláció, az, ami a vásárlót arra készíteti, hogy olyan dolgokat is megvegyen, amire vagy nincs szüksége, vagy értéktelen, vagy nem abban a mennyiségben van erre szüksége. Nézzük meg, ha összekötnek két csomag valamit, ami mondjuk, amelyből mondjuk az egyik hamarosan le fog járni, vagy talán mindkettő, akkor is megvesszük, hogyha tudjuk, hogy ez gyorsan meg kell lenni, és tudjuk, hogy ebből a gyorsan meg kell lenniből nagyon sok a kukában landol, vagy a mélyhűtőben lefagyasztva, nem ízlik már senkinek, de meg kell lenni, mert van. Ezek a gyakorló szokások, amikkel a multik, a nagy cégek elhalmoznak bennünket, hogy ha ezt veszed, akkor milyen jól jársz,
Nekem nagyon izgalmas volt Amerikában megtapasztalni azt, hogy bementünk egy multiba, tél volt, és akartam venni egy szőlőzsírt, és a hölgy azt mondta, de ha kettőt veszek, az olcsóbb. És mondtam, hogy én csak egyet szeretnék, de ha kettőt veszek, az olcsóbb, és ötször elmondta, és rájöttem, hogy teljesen más dimenzióban élünk. Ő neki kettőt kell eladnia ahhoz, hogy meg legyen dicsérve. És az a gond, hogy ezt én buta európai észrevettem, majd a pénztárnál volt egy másik ugyanilyen jelenet, a műanyag zacskók osztogatásánál ők mindent külön zacskóba tettek, egy papír zsebkendőt, egy zacskó, egy ajakbalzsam, még egy zacskó, és akkor így megszólítottam a hölgyet, de hát elfér ez a kettő dolog egy zacskóban is, sőt, zacskót sem kérem, és a nő így rám nézett, hogy hát miért? Hát ingyen van. És az a legrosszabb, hogy ezekben a trükkökben mi annyira be tudunk észrevétlenül forogni, hogy nem is látjuk azt, hogy hány ilyen falatba sodortak bennünket. Gondolok itt a svájci frankos hitelekre. Hogy csak ennyi, hogy csak annyi. Belesodródtak nagyon sokan ebbe a történetbe. Itt is egy szebb dolgot akartak megvalósítani, egy jobb életkörülményt, ami után sóvárogtunk nagyon sokáig. Valószínű, ezért vettünk fel kölcsönt, mert nem volt meg ennek az anyagi háttere. De pont a falat utáni sóvárgásunk miatt vagyunk a leginkább kiszolgáltatottak, mert nem olvassuk végig a szerződéseket, mert nem értjük, nem merünk visszakérdezni. Mi azok a jó gyerekek vagyunk, akik várjuk a dicséretet, hogy ugye akkor most már elértél valamit, van saját lakásod, igaz, hogy nyugdíjba menésedig fizetheted a részleteket, igaz, hogy ennek meg annak ilyen vagy olyan következménye van, de nagyon sokszor egy jutalom falatért csináljuk az egészet. Vajon arra van szükségem, hogy ezt konkrétan megszerezzem, vagy meghalljam azt a dicséretet, vagy arra volna szükségem, hogy ezt érezzem. És hogyha arra volna szükségem, hogy ezt érezzem, hogyan tudnám magammal éreztetni azt, hogy igen, én jó vagyok? Akkor tudnám éreztetni a leginkább, hogyha észrevenném, hogy milyen világban élünk, ha észrevenném azt, hogy mindaz, amit most bennünket körülvesz, egy látszat, egy illúzió, pont ugyanúgy, ahogyan ezek a szegény kis tyúkok vannak ide bezárva, egy látszat körülményeink lehetnek jók, de az, amit mi belül érzünk ebből, rájöhetünk arra, hogy ez számunkra kényelmetlen. És megkérdezhetik a kedves hallgatók, hogy mi ez a zöld béka itt a tyúkketrec mellett, hogy fél ez a kettő egybe, hát elmondanám, hogy addig, ameddig nem vagyunk hajlandóak másra is gondolni, és csupán a falatok körül forog az életünk fő kérdésköre, addig egy kicsit olyanok vagyunk, mint a békák. Tudjuk, hogy kényelmetlen, tudjuk, hogy nem elég jó, de ezért még ráérünk, hát még van mit enni, még a spájz tele van, még a mélyhűtő, még a fagyasztóból nem ettük ki a tavalyi hurkát, még ott van egy csomó minden, még ráérünk. És ugyanez van a betegségek kapcsán is. Hát most beteg vagyok, most nem érek rá lelki világot élni, hanem majd, ha meggyógyulok, akkor majd utána esetleg elbeszélgetek. Vagy mikor gyógyulok már meg, féle falatért csóvárgok, de nem érek rá arra, hogy valamit elgondolkodjak, vagy egy webkonferenciát megnézzek, vagy kijegyzeteljek valamit, vagy komolyan végig gondoljam azt az élethelyzetet, amiben jelenleg vagyok. Nem. Mindig van egy következő lépés. De mikor kapom meg a gyógyulási falatomat? De mikor mondja meg már nekem valaki, hogy mikor leszek teljesen jól? Mikor fogok tudni újra munkába menni? Igaz, hogy utáltam eddig is a munkámat, és most eleinte még örültem is annak, hogy de félek, hogy ha nem dolgozom, nem lesz pénzem, ha nem lesz pénzem, nem lesz ételem, ha nem lesz ételem, kiszolgáltatott leszek, ha nem lesz ételem, nem lesz pénzem, kiszolgáltatott leszek, meghalok. Ilyen zsinórba tudjuk levezetni a gondolatainkat, de mindig, amikor a falat és a szükséglet körül jár a gondolatunk, akkor mi a testtel azonosítjuk magunkat. Hogy kerül ide a béka? A béka az az állat, amit úgy főznek meg, mert állítólag finom falat, jesszus, ez pont ide illik, hogy a békákat beültetik egy fazékba, és lassú tűzön elkezdik főzni. Képzeljék el a békák, ezt szó szerint videón láttam,
Ülnek a fazékba, és várják, hogy csak melegebb a víz. Miért nem ugranak ki szerencsétlenek? Hát akkor át tudnának ugrani, hogy egyből az ablakon kiugrothatnának. Azért, mert mindig csak egy picivel rosszabb a körülmény, csak egy picivel kellemetlenebb a helyzet. Vajon mi társadalmi szinten nem ezt éljük meg, hogy mindig egy kicsivel rosszabb, de hát jó van ez még, hát ennél rosszabb ne legyen. Aztán megint jön még egy picivel rosszabb. Akkor elmondjuk azt az aranyköpést, amit én mai napig nem értek, de megtanultam az önök kedvéért, hogy rossz a rosszal, de még rosszabb a rossz nélkül. Ezt felfogni mai napig nem tudom. Rossz a konfliktus helyzet, rossz az az állapot, amiben benne vagyok, rossz az, hogy senkivel nem vagyok már rendeződött viszonyban. Van még a diagnózisom, az ilyen-olyan falatkonfliktusom EBK-ja, de inkább maradok ebben az állapotban, mert mi van, ha ez is megszűnik? Szóval, mire szeretnék utalni? Arra, hogy nézzünk szembe őszintén önmagunkkal. Nézzük meg az azonosultságainkat. Vegyük észre, hogy sok azonosultságunk nem is a miénk. Azt hiszük, hogy mi ezek vagyunk, de mi nem ezek vagyunk. Mi nem a test vagyunk. Mi egy tudatosság útján guruló járművek vagyunk. Egy olyan képet szeretnék önöknek mutatni, ami híven mutatja azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Nem csupán a test. Az egók, az egós személyiségeinknek vannak azonosultságaik. Az egós személyiségek nem egy egó van, hanem sokkal több. Bárcsak egy lenne. Ezek azonosulnak valamivel, gondolatban, érzésben, viselkedésben. Ezek akarnak még többet és még többet. Miért? Félelemből. Mert ha sok falaton van, akkor biztos a túlélésem. De mi nem csupán a test vagyunk. Mi az a lélek vagyunk, az az individualizált, egyéni esőt lélek, aki ebbe a testbe bújt azért, hogy egy más minőségre emelje a testet, nem a falatok szinterére, nem a konfliktusok szinterére a lélek. Azért van bennünk, hogy felül emelkedjünk a konfliktusokon, hogy kívül kerüljünk a biológiai konfliktusokon, kívül kerüljünk ezeken az állapotokon. Ezért vagyunk itt. A lelkem vezérli ezt a járművet. A lelkem a sofőr, az autó pedig magam biológiai testem. Hogy miért nem tudunk erről semmit? Azért nem, mert nem ez a cél. Mert elfelejtettük, hogy kik vagyunk. Hogy kik felejtették el velünk, azok nem mások, mint az új világrend hívei, akik pont azt az elválasztottságot generálják bennünk, hogy mi egy test vagyunk. Érdekes az, ahogyan a testünkről gondolkodunk. Ha az akadémikus elveket nézzük, ott sincs szó sem a lélekről, sem az érzelmekről, senkit nem érdekel, hogy mit gondol a beteg maga. Ez saját tapasztalatom volt, hogy találtam egy olyan orvost, aki egy olyan endokrinológust, aki megkérdezte, hogy milyen a közérzetem, hát istenként néztem fel rá, mert eddig senki meg nem kérdezte. Mert ezt nem írja elő a protokoll. Lehet, hogy megkérdezi, hogy hogy van, de itt nem az általános közérzetre kíváncsiak, hanem mi a panaszod. Mondja gyorsan, mert negyed óra múlva jön a következő. Ezért imádom a germán gyógytudományt, mert itt az érzelmek, a gondolatok, ahogyan gondolkodom a világról, ahogyan gondolkodom egy helyzettel kapcsolatban, az ugye megjelenik a DHS utáni megéléseimben, ahogyan, amilyen intenzíven érzek át valamit, az ugye a konfliktus tömegemet is mutatja meg. Milyen gyorsan tudom ezt lezárni, átengedni, elengedni, ez megjelenik abban, hogy meddig ülök benne egy konfliktusba, hogy mit tanultam ebből a helyzetből, megmutatkozik abban, hogy hányszor élem meg policiklikusan ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt, és ugyanazt, vagy mikor billegek a szívem és az agyam között, ez például nálam, vagy az én elképzelésem szerint, és mondom, nem germán gyógytudomány képzésem vannak, hanem egy más megközelítésből, ezek az elakadt, függő állapotok, amikor elindulok egy gyógyulási folyamatban, nem értem, kell a falat, megijedek a tünettől, ami a gyógyulásom tünete, meg akarom kapni az egészségem, ezen megint bepörgök, ez megint konfliktus aktív szakaszt indít el, és soha nem tudok kifuttatni egy programot, mert mindig félúton leállok az egészségem
mint falat megkapása miatt. Érdemes lenne ezeken a dolgokon elgondolkodni, kedves hölgyeim és uraim, érdemes lenne megnézni, hogy a konfliktusok mögött milyen szükségletek és milyen félelmek vannak, és a legnagyobb megoldás, amit szeretnék önöknek átadni, az nem más, mint amit most a képernyőn látnak. Ez a tiszta lap. A tiszta lap azt jelenti, hogy nincs ráírva semmi. A tiszta lap az, hogy jogom és kötelességem minden napot tabula rasával kezdeni. A tabula rasa azt jelenti, hogy tiszta, üres lap, nincs semmi ráírva. Se jó, sem rossz, sem pozitív, sem negatív, sem kellemes, sem kellemetlen. Mire figyelek? Arra, mi van. Minden nap esélyt kapok arra, hogy átírjam az életem. Minden nap esélyt és lehetőséget kapok arra, hogy valami más csináljak. Hogy valamit másképpen csináljak. Hogy valamit máshogyan csináljak. Ez a fehér lap lehetőséget ad arra, hogy kiírjam magamból a problémáimat. Hogy felszámoljam azokat a hibás azonosultságaimat, amelyek során én azt hittem, hogy az vagyok, aki, és közben én nem, és ez a bennem rejlő nagy feszültség, hogy ezt senki nem látja, és ez kelti bennem a nagy ellenszegülést, a nagy ellenállást. Ezt próbálom csillapítani különböző nyugtató falatokkal, legyen az folyékony formában, üvegből elfogyasztva, amire az van ráírva, hogy valamilyen alkohol, lehet ez szilárd halmazállapotú nyugtatószer, amit különböző pirulaként nyeldeklünk. Legyen az bármilyen olyan szer, amivel nyugtatjuk, csillapítjuk ezeket a belső feszültségeinket. Jó lenne egyszer szembenéznénk vele. Mi lenne, hogyha abba hagynánk a félelem érzését? Mi lenne, ha meghívnánk a félelmünket egy kávéra? Most tudom, hogy őrültnek néznek, de üljenek le egy csésze kávé mellett, és gondolkodjanak el azon, hogy mire készített engem ez a félelem. Mindig elmenekülünk előle. Mi lenne, ha most azt mondanánk, gyere, ülj le, szembenézek veled. Mit akarsz mondani? A félelem egy nagyon jó dolog. Tudom most, ha szerencse, hogy nem személyesen találkozunk, most kellene engem megkövezni, mert mindenki nagyon fél a félelemtől. Miért? Mert menekülünk tőle. Minél nagyobb teret adunk ennek a félelemnek, annál kisebb a hatása. Merjünk szembenézni vele. Mitől félek, hogy soha nem fognak megdicsérni? De kinek kell engem megdicsérnie? Annak, akinek esetleg már más dimenzióban van a lelke, és ez a nagy gondom, hogy soha nem kaptam egy dicséretet valakitől, aki már nem él ebben a testben. Ez egy óriási falat lehet. Ez aztán elindítja az önleértékelési konfliktusom. Arra a falatra várok, arra az igaz szóra, amit nem mondtak meg nekem akkor, amikor még a házasságon menthető lett volna. Hogy nem hallottam meg azt az igaz mondatot, hogy baj van. Mert ha akkor hallottam volna, ha akkor elmondta volna, ha akkor így lett volna, akkor most nem itt lennénk, és nem lennénk elválasztódva, lám elválasztási konfliktusok. Minden egyes történetben ott lehet a lehetőség a falat konfliktusnak. Ott van ez a legalapvetőbb dolog, hogy mit nem látok meg, kinek az arcát nem látom, kinek a hangját nem bírom már hallani, kinek szeretnék attól a sipítós hangjától megszabadulni, hogy mi az, amit én nem tudok bekebelezni, nem tudom benyálozni, magamévá tenni, vagy mi az, amit nem tudok megkapni, ami az enyém, és vissza akarom kapni, mi az, amin rágódnom kell, mi az, amitől szarul érzem magam. Érdemes lenne ezeken elgondolkodni. Valós történetek ezek? Számítanak-e még? 10 év múlva számítani fognak? És bocsánat, mély tisztelettel és nagy szeretettel kérdezem, megéri ez a tápcsatornán bármelyik felét is tönkretenni? Megéri-e a látásom tönkretenni valakinek a látványáért? Megéri-e a fülem tönkretenni azért, mert hallani akarom, vagy nagyon nem akarom hallani azt a mondatot? Megéri-e a nyelőcsövemet felkínálnom egy EBK-nak ahhoz, hogy valamit visszakapja? Milyen értéke van ennek a tárgynak? Jó, persze, mondjuk, hogy eszmei érték és emlék. De az eszmei érték, az vajon fontosabb lehet-e, mint a nyelőcsövem, mint a májam, mint a vastag belem? Lehet-e bármi fontosabb, mint az a test,
ami terepet és otthont ad a lelkemnek. Kíváncsi lennék arra, hogy akkor, amikor ezeket észrevesszük, amikor erre rádöbbenünk, akkor képesek vagyunk-e alázattal és tisztelettel fordulni a testünk iránt. Ez a test mindig, minden egyes helyzetben velünk volt. Még most is ezzel az EBK-val a túlélésünket próbálja megtartani, fenntartani. Az 5. természettörvény pont azt mondja, hogy mindennek oka és értelme van. Biológiai szinten. Engedtessük meg nekem azt mondani, hogy más szinteken is. Mert ha egy EBK megtanít arra, hogy elfogadjak, hogy tiszteljem és szeressem önmagam, hogy tiszteljem és szeressem a környezetem, hogy tiszteljem és szeressem az életet, és nem a túlélést. Akkor vajon, ha így kezdeném a reggelem ezzel a fehér lappal, milyen életet tudnék élni? Hát nagyon, de nagyon felkavaró gondolatokat mondtál el, Réka, és ezt azért nagyon élvezem, mert az alapokat piszkáltad meg, érzelmi szinten, épp úgy, ahogy Hammer doktor a biológiát piszkálta meg a 3 csiralemezzel. És azt hiszem, legalábbis remélem, hogy nagyon sok embernek ez az előadás hozott olyan felismerést, hogy akkor hogyan tovább? Mert az első dolog mindig valaminek a felismerése, mert amíg fel se ismerem, addig azt se tudom, hogy mivel kéne foglalkozni. A második lépés az, ha felismertem, hogy legalább beismerjem, hogy igen, akkor ennek a 10 éve nem gyógyuló vastagbél ráknak én vagyok az oka. Mert 10 éve így érzem magam. Oké. Okay. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz. Mert amíg önmagamhoz sem vagyok őszinte, addig máshoz sem. Harmadik, hogy bocsássak meg önmagamnak, mert pontosan az előadásodból derült ki az, hogy egy csomó dologról, most bocsánat, azt mondom, nem tehetek. Ezt másoltam gyerekként, ebben nőttem föl. De talán sikerült rávilágítani arra, hogy érdemes lenne a dolgokat újra gondolni, és egy, ahogy a tiszta lap fogalmát megmagyaráztad, a mindennap tiszta lap az azt jelenti, hogy minden nap egy új esély arra, hogy valamit másképpen gondoljak, másképpen érezzek, és más döntést hozzak, mint eddig. Akkor is, ha ez nem tetszik a környezetemnek, akkor is, ha nem tetszik annak a családnak, akivel én eddig azonosultam. Mert nem ez a fontos, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik az, amit én döntök, az egyetlen fontos dolog az, hogy én jól érezzem magamat a bőrömben. Mert amikor megkötöttem a békét önmagammal, na kérem szépen, akkor kitör a világbéke. Akkor megszűnnek az éjbékák. Akkor minden, de minden, ami eddig háború volt bennem, az lezáródik. És ennek fantasztikus hozadéka lesz, mégpedig az, hogy létezek és élvezem. Ezt szeretnénk átadni valójában a 3 napos képzésünkön is, ezt a fajta hozzáállást és ezt a fajta érzést. De ez nem azt jelenti, hogy meghallgattam egy előadást, most minden nagyon szép, és holnap folytatom úgy, mint eddig. Ha a információt, a döntést nem követi tett, akkor nem lépünk egy lépés előre. Lehet, hogy valamit meghallgattam, tetszik nekem, el is gondolkodok rajta, hogy igen, jó lenne, de nem teszem meg, mert maradok a pokolban, játszom tovább szerepemet, és ahogy Koncz is énekelte, dúdoljuk a vándor éneket. Tehát én vegyük észre, hogy a felismerés, döntés, tett. Ez a lényeg, hogy legyen benne az, hogy most akkor valamit másképp csinálok, még akkor is, ez nem fog tetszeni a baráti körömnek. Nem probléma, ha megváltozik a baráti körünk. Egy baráti kör egy bizonyos tudati szinten alakul ki, és átalakul. Átalakul, mert megtaláljuk azokat az új barátokat, akik úgy gondolkodnak, mint mi. És nehogy azt higgyük, hogy ez
valami Istennek nem tetsző dolog lenne, hogy felismerjük magunkban a bennünk lakó legmagasabb szintű tudatosságot, és ezt a tudatosságot pedig arra használnánk, hogy a képességeinket kibontakoztassuk önmagunk és mások az emberiség számára. Mert ez volna az igazi. Nem a harácsolás, nem az anyagnak a begyűjtése, hanem az, hogy szolgáljunk. És amikor valaki olyan dolgot tesz, amitől jól érzi magát, ami lelkesíti, amiből azt látja, hogy annak értelme van, akkor nem fog fáradtságot érezni. Akkor egyszerűen nem munkába megy, hanem mondjam azt, hogy játszani. És ugye Guy azt mondta, hogy a dolgozni, szenvedni, megöregedni, meghalni program helyett mit kellene megvalósítani? Játszani, nevetni, fiatalodni, élni.